Közel járunk a magyar határhoz, Csécs község Kassától délnyugatra fekszik. Csécsről sokaknak egy szalonna fajta juthat az eszébe, de az nem innen származik, hanem állítólag egy hortobágyi bölléről, Csécsi Dénesről kapta a nevét. Csécs tehát nem a szalonnáról, hanem legrégebbi épületéről, a 13. századi koragótikus református templomáról nevezetes. Abaúj térségbe tartozott Csécs, mindig is egy jelentős település volt. A 14. század elejéről, 1317-ből vannak első feljegyzések a településről, akkor Cseh néven szerepel ezekben a feljegyzésekben a település. Állítólag mindig is egy kicsit vegyes, tehát volt szlovák-szláv lakossága is a településnek. Földrajzi fekvése miatt is, Kassa közelsége miatt, tehát előnyös földrajzi fekvése miatt mindig bővült és fejlődött. Csécs a középkorban a Perényi család birtoka volt. 1696-ban szerezte meg a település egy részét a Szirmai család, akik igyekeztek felvirágoztatni, és több irányból is új lakókat telepítettek be. Magyarokat, szlovákokat, de lengyeleket és ruszin telepeseket is. A 18. század során, amikor református tulajdonba került a templom, a Szirmai család volt gyakorlatilag a településnek a birtokosa, ők viszont evangélikusok voltak, luteránusok, és a 18. században telepítettek ide a hajdúságból református családokat, többek között Szekeres, Szaniszló, Endre nevű családokat, akiknek a leszármazottai alkotják mind a mai napig a református gyülekezetnek a jelentős részét. Csécs középkori templomát valamikor a 13. század utolsó negyedében emelték román gótikus átmeneti stílusban. A zömök, vastag falu, egyhajós templom téglalap alaprajzú. Sík mennyezetes hajójához egy némileg alacsonyabb gótikus boltozatú szentély kapcsolódik, ahol a különleges freskók is fennmaradtak. A jelentősége főleg abban rejlik, hogy gyakorlatilag szinte teljesen megvan a szentélynek az egész ikonográfiai programja. Az alsó sáv egy Krisztus életét ábrázoló ciklus, felső sáv pedig Mária életének az ábrázolása. A központi helyen egy ilyen trónoló Krisztus, a diadalíven pedig ilyen proféta képek. Minden valószínűség szerint a Rákóczi szabadságharc idején vagy után került a reformátusok tulajdonába, korábban római katolikus volt, 1300 tájékán épült a templom, és körülbelül egy 50 évvel később készültek a falfestmények, tehát a 14. század közepén. A legrégebbi emlékek a felszentelési keresztek, ezek a templom építésének az idejéből valók, és akkor kb. Egy olyan 50 évvel később, a 14. század közepén készültek a falfestmények. Gyakorlatilag egy képes evangéliumot látunk felfestve a szentélyben, Jézus életét ábrázoló, Jézus életének fontosabb momentumait ábrázoló képeket. Egy Huszka József nevű erdélyi nagyszebeni rajztanár tárta fel a templom freskóit, tehát tulajdonképpen a műemlékvédelem történetének is egy érdekes dokumentuma, és tulajdonképpen az akkori restaurálások abból álltak, hogy a hiányzó részleteket azokat ki is egészítették. Utána a 60-as években restaurálták a templom freskóit újból, és legutóbb pedig a 90-es években Viktor Sevcsik és Székely László restaurátorok restaurálták. Még máshol is lehetnek itt-ott festmények, de a műemléki kutatás egy barokkori tűzvész nyomait is megtalálta. Talán ekkor semmisültek meg a templomhajó freskói. A megmaradtak közül viszont a legértékesebb a mennyezeten található Krisztus ábrázolás, ami valószínűleg a legnagyobb középkori Krisztus freskó Szlovákiában. A falfestményeken néhány szakértő szerint a késő bizánci stílusjegyek mellett a 14. századi olasz hatások is felfedezhetők. Ennek a ilyen rózsaszínes, világos kékes színvilág alapján arra következtetnek a művészettörténészek, hogy ez valamikor
14. század első felében lett kifestve. Itt is megjelennek a itáliai Trecento hatások, tehát főleg a keresztre feszítés jelenetén látszik, ez egy ilyen hangsúlyos narrativitás, ami a ilyen határozott érzelmekre utaló gesztusoknak a ábrázolása, ami utána a 14. század vége felé már megszűnik, vagy eltűnik a festészetben. A 19. század végén az itt szolgáló kántor tanító kezdte föltárni, és az több felújításon is átestek a freskók. Nem csak lemeszelve, egy vékony vakolat réteg is volt. Tehát amikor református lett a templom, akkor nem csak lemeszelték, hanem egy vékony vakolat réteggel is bevonták a freskókat. A freskóknál fontos tudni azt is, hogy egyik freskó se készül csak freskó technikával. Giotto padovai Cappella Scrovegni restaurálása során is kiderült, hogy Giotto is a freskó technika után még szekkó technikával kiegészítette, vagy tovább alakított a freskókat, és ez itt is így volt. Amikor ezeket a freskókat lemeszelik, és utána a meszelést eltávolítják, akkor ez a szekkó réteg, ez általában megsemmisül. Tehát tulajdonképpen ezeket a freskókat úgy kell nézni, hogy sokkal részletgazdagabbak voltak. A templom műemléki kutatásait és a freskók restaurálását részben itt is a Teleki Alapítvány támogatta. A kormányzati Rómer Flóris terv erre évente 500 millió forintot fordít. Voltak olyan információim, hogy mondjuk a két világháború között ugye azért egy kicsit volt ilyen ellenvetés az emberekben a freskókat illetően, de azt gondolom, hogy ez ma már egyáltalán nem jelent problémát, sőt az a tapasztalat, hogy nagyon is büszkék a csécsi reformátusok erre az értékes templomra. Változott az embereknek ilyen értelemben a gondolkodása, meg a rálátása ezekre az értékekre.